a motorok, csikorogtak a kerekek hétfőjén Szederkényben, a faluban kijelölt pályán mentek a rallisok. Tavaly indult ez a kezdeményezés, amit idén folytattak, mondta a település vezetője. Tavaly volt 750 éves a településünk, és akkor volt először itt ez a rally bemutató, és olyan sikere volt mostanihoz hasonlóan. Azonnal mondták minden fórumon, hogy ezt meg kell ismételni, mert hogy ez annyira komoly volt, és szervező már tavasszal Lepold Zsoltnak hívják az úriembert, tavasszal már megkeresett minket, hogy akkor ezt ismételjük meg, tegyünk rá még egy lapáttal, úgyhogy ezt láthatják most itt a nézők. Az önkormányzat szervezte a nyárvégi eseményt, ahol az autóké volt a főszerep. Szederkényi nyárzáró rendezvényünk, az önkormányzat a fő szponzora, támogatója. Jól látjátok, igazából a főszerep a benzingőzés, a gumiszagé, hogyha fogalmazhatok így. Egy rally bemutatót látunk most, 9-kor kezdődött, 3 óráig fog tartani. Mellette itt a hátam mögött veteránautó kiállítás. Amikor vége a rallinak, akkor a településen az összes autó tesz egy nagy kört, megmutatjuk a nagy közönségnek, bár itt is elég sokan vannak. Összesen 50-en álltak rajthoz a rally bemutatón. A település közösségi házának udvarán pedig 15 autó állt, ezek vettek részt a felvonulásban. A 2000-es lélekszámú Szederkényben a délutáni program után zenés estével zárult a nyárbúcsúztató esemény szombaton.